Az e-jogsi menüpont biztosítja számunkra azt, hogy jelentkeztethessük a tanulókat, itt kezelhetjük ezen belül a diákokat. A Barosban már megkezdték a jelentkezést a fiatalok az eljogosítvány megszerzésére. Jelenleg még az adminisztratív jellegű folyamat zajlik az intézményben. Eljogosítványnak az elő megszerzésének az előkészítése zajlik pillanatnyilag. A tanulóknak a részéről mérjük fel az igényeket, hogy hány tanuló lenne, aki jogosult erre, és még nem rendelkezik jogosítvánnyal, és megkívánja szerezni ennek a lehetőségnek a keretében. A tanulók többsége szeretné kihasználni a lehetőséget, hiszen szimpatikus számukra, hogy ismerős környezetben vizsgázhatnak, emellett az anyagi költségek csökkenése is fontos szempont. Maga az, hogy központilag itt az iskolában tudjuk megszerezni a jogosítványt, ez egy nagy segítség. Ha ezt mondhatom a diáktársaim nevében is, hogy aki vidékről jön, az ugyanitt meg tudja szerezni a jogosítványt, és ez egy segítség annak, aki mondjuk nehéz anyagi környezetből jön, hogy ennyit áll az iskola. Az állam által nyújtott csomagban 3-3 ingyenes vizsga szerepel, melyek novembertől indulnak. A tanfolyamokat és vizsgákat a Kréta felületen lehet elérni. A vezetés gyakorlati oktatása továbbra is piaci iskolákban történik. Kréta rendszeren keresztül biztosítsa a tanulóknak a jelentkezését. Utána a felkészüléshez, ugye maga a Kréta rendszer nyújtja már az elektronikus tananyagot. Az iskolának kell majd megszerveznie az egészségügyi kontaktóráknak az időpontjait, és magátnak a vizsgaidőpontoknak a kijelölése, illetve a lebonyolítása szintén az iskolának a feladata. A kormány 2018-ban kezdte támogatni a jogosítványszerzést, egy olyan rendszert alakítottak ki, amelyben az államkincstárnál lehet visszaigényelni a közlekedési alapismeretek tanfolyam és a sikeres vizsga díjának összegét, de legfeljebb 25 ezer forintot. Mára mintegy 5 milliárd forint értékben közel 200 ezer fiatalnak segítettek, hogy jogosítványt szerezzenek.